Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokban. És a te lelkeddel. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket pünkösd hétfőn, amikor is az együttlétben, az együttlét örömében köszöntjük a hozzánk elérkezett Szentlélek ajándékait. Hálát adunk Istennek, hogy egységben, a szeretet egységében ünnepelhetünk és együtt lehetünk. És ahogy tegnap, pünkös vasárnap megünnepeltük az egyház születésnapját, ugye a mai napon Máriához, az egyház édesanyjához, mindannyiunk égi édesanyjához fordulunk. Kérjük az ő közbenjárását és segítségét, hogy meg tudjunk maradni azon a példamutató úton, amelyet ő maga és Szent Fia adott nekünk. A Szent Mise kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr Szent titkait. Gyónom! A mindenható Istennek és nektek testvérem, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mozgásással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeretőből lesz Máriát, az összes angolokat és szenteket és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életben Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Istenünk, te kiárasztottad a szent lelket apostolaidra, akik együtt imádkoztak Máriával, Jézus anyjával, közben járására ad, hogy hűségesen szolgáljunk szent fölségednek, és neved dicsőségét szóval és tettel terjesszük. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Ifjú koromban, mielőtt utakra indultam, nyíltan bölcsességet kértem imáimban. A templom kapujában könyörögtem érte, és mindmáig törekszem utána. Amikor kivirágzott, mint a korán érő szőlő, örömét lelte benne a szívem. A helyes úton mentem, amikor ifjúkorom korma nyomában jártam. Ha egy kissé feléje fordítottam fülemet és befogadtam, nagy bölcsességet szereztem, és nagy előmenetet tettem benne. Dicsőítem Istenemet, aki nekem bölcsességet adott. Elhatároztam, hogy be is gyakorlom. Buzgón törekedtem a jóra, és nem vallok szégyen. Buzgón törekedtem a jóra, és nem is csalódtam. Lelkemet a bölcsességre irányítottam, és amikor szívem megtisztult, rátaláltam. A szívemet kezdettől fogva feléje fordítottam, így nem leszek én sohasem elhagyatott. Izzott a belsőm, hogy megtalálhassam, ezért el is nyertem értékes kincsgyanánt. Nyelvemet az Úrtól jutalomként kaptam, azért most dicséretet mondok neki. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ugyanazon a helyen, az emeleti teremben mindnyáján együtt voltak az apostolok.